Tisztelt emlékezők, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága. A mártír halált halt Eszterházy János soraival köszöntöm Önöket a mai ünnepi megemlékezésünkön. Eszterházy János élete, munkássága, vértanú halála jól szimbolizálja a 20. századi magyarság zaklatott történelmét, nem csak a felvidéki magyarságét, hanem Kárpát-medencében élő, több országra szétszakított egész nemzetét. Az ő személyes sorsa, bátor kiállása, hősiessége jelenthet nekünk, 21. századi magyaroknak erőt és hitet céljaink megvalósításához, eléréséhez. Sokszor és sokan tették fel a kérdést, és aztán válaszoltak is, mi a magyar. Magyarrá tesz bennünket, a másnak nehéz, nekünk azonban gyönyörű anyanyelvünk, történelmünk, hagyományaink, kultúránk és közös ünnepeink. Nemzeti ünnepeink március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a, és megemlékezéseink, emléknapjaink, mint a mai, amikor a kárpátaljai népirtásra emlékezünk. A front 1944 őszén érte el Magyarország 1941-re kialakult határait. A Vörös Hadsereg mindenütt megkezdte hazánk megszállását, előnyomulásukat segítették Erdélyben az átállt román csapatok, a délvidéken a jugoszláv titoista partizánok. A védtelen polgári lakossággal a szovjet katonák állati kegyetlenséggel viselkedtek. De az atrocitásokban nem maradtak le mögöttük az utódállamok csatlósai sem. Ma sem tudjuk pontosan, hány tízezer áldozata volt a délvidéki magyar népirtásnak, vagy az Észak-Erdélybe visszatérő román martalócok brutalitásának. A háború megpróbáltatásai Kárpátalját 1944. novemberében érték el. Az itteni magyar és német kisebbség igen súlyos politikai, ideológiai és etnikai terrort szenvedett el. Etnikai alapon váltak a megtorló intézkedések áldozatává, mely folyamat egy évtizeden keresztül 1955-ig tartott. Mintegy 25 ezer, 18 és 50 év közötti kárpátaljai magyar férfit zártak szovjet hadifogolytáborokba, és tették ezt annak ellenére, hogy alig voltak közöttük olyanok, akik a Szovjetunió ellen hadat viselő magyar hadseregben szolgáltak. Sztálin 1943. márciusában éden brit külügyminiszternek kijelentette, hogy a magyarokat meg kell büntetni. A büntetés az elhurcoltak halálra dolgoztatása, szomjaztatás, éh- és fagyhalál, valamint a tífusz és a vérhas járvány miatti tömeges elhalálozás volt. Megtizedelték az értelmiséget, szibériai, sarkvidéki táborokba hajtották a papságot, a magyar közösségeket, az egyházakat ellehetetlenítették. A kárpátaljai magyarokat, németeket hazugsággal gyűjtötték be, majd embertelen körülmények között dolgoztatták őket. Az otthon maradt családtagok azonban nem nyugodtak ebbe bele. Még 1945 tavaszán is az impérium váltással mit sem törődve magyar kormányszervekhez Budapestre fordultak segítségért. Ugyanekkor egészségüket, sőt életüket kockáztatva indultak el a munkatáborok irányába, hogy találkozhassanak szeretteikkel és élelmiszercsomagot adjanak át nekik. Legtöbb esetben azonban csak messziről láthatták hozzátartozóikat. Szerencsésebb esetben néhány szót válthattak velük. A táborok őrei elvették a leveleket és a csomagokat, majd megsemmisítették azokat, az élelmiszert pedig ők maguk ették meg. Sokan kérvényezték a családtagjaik hazaengedését, az esetek túlnyomó többségében azonban ezek az erőfeszítések is eredménytelennek bizonyultak.
Orvos vagy más egészségügyi szakember hiányában a halál beálltát az őrök állapították meg, így gyakran a végelgyengült embereket még élve földelték el. A holttesteket teherkocsikon, lovaskocsikon tömegesen szállították a táborok melletti jelöletlen sírokba. A családtagok és a leszármazottak a mai napig nem tudnak méltóképpen megemlékezni elhunyt szeretteik sírjánál. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy ma az ismert tények felelevenítése mellett új ismereteket is szereztünk a nekünk már történelmi korra vonatkozólag, mely több ezer kárpátaljai magyar család számára ma is élő fájdalmas valóság. Az emléknap lehetőséget ad számunkra kihangsúlyozni. Nem hagyhatjuk a sztálini terror kárpátaljai magyar áldozatainak emlékét elveszni. Emlékezzünk azokra a magyar emberekre, akik a mai napig jelöletlen tömegsírokban fekszenek. Emlékezzünk a sok szenvedést átélt feleségekre, gyermekekre, édesanyákra, édesapákra, testvérekre, akik sosem látták viszont a szeretett családtagjaikat, vagy akik az elhurcolt életerős férfi helyett egy testileg és lelkileg megtört embert kaptak vissza. Végül emlékezzünk meg a meg nem született gyermekekről is, hiszen az etnikai tisztogatás ma is érezteti hatását a terület demográfiájában. A kárpátalját sújtó sztálini terror nem csak a kárpátaljai magyarságnak, hanem az egész magyar nemzetnek szörnyű tragédiája. Egyike azon tragédiáknak, amelyek alapjaiban dúlták fel a Kárpát-medence, és ezzel Európa békéjét is. Szeretnék köszönetet mondani Kövér László házelnök úrnak, munkatársainak, előadóinknak, mindazoknak, akik lehetővé tették a mai méltó megemlékezést. Külön szeretnék köszönetet mondani a határon túlról érkező vendégeinknek, akik elfogadták meghívásunkat, időt tudtak szakítani arra, hogy eljöjjenek és velünk együtt emlékezzenek. Külön öröm számunkra, hogy ilyen sokan vannak itt az országházában, a gyermekek és fiatalok, hiszen ők a magyar jövő záloga, mit sem érnek a megemlékezéseink nélkülük. Az előttem felszólalók és a magam nevében is köszönöm a konferencia valamennyi résztvevőjének támogató jelenlétét. Köszönöm, hogy meghallgattak.